14. Kormorángyérítések készülnek a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT munkatársai. A Nagykárókaton egy nagyobb kolóniája éjszakázik rendszeresen egy alsóörs közeli vízparti területen, ebből próbálnak néhány darabot kilőni. Megpróbálunk szép lassan becserkelni a fák alá, úgyhogy még hátra látunk fent ülő madarat a fán, és utána viszont lesbe el kell helyezkedni, el kell bújni, ahhoz, hogy a madarak ne vegyenek bennünket észre, hogyha Balaton vízfelületéről húznak vissza ide a fákra, és megpróbálják gyéríteni így a madarakat. A Nagykárókatona kitűnően úszik, több méter mélyre is lemerül, perceket képes víz alatt tölteni, és tökéletesen fejlesztette társas vadászati technikáját. Csoportba tereli a halakat, majd az összeállt rajt lehalásza. Nagyon nehéz meglőni, mivel nagyon gyorsan tud repülni ez a madár, ez képes 70-80 km per órás sebességgel repülni. Elég magasan repülnek, és szép lassan körözve húznak le a fákra, meg kell várni az ideális lőtávolságot. Tehát ez repülő madár, szóval nem álló célpontra kell lőni, így reptébe kell a madarakat lelőni a levegőből. A kormorán az európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfaj kategóriába sorolt madárfaj. Jogszabályi feltételek szerint lehetőség van a riasztására és gyérítésére is. A hallgazdaságokban rengeteg energiát fordítanak a faj gyérítésére, és ezzel úgy tűnik, az Európában növekvő állományt Magyarországon sikerül szinten tartani. Az elmúlt 20 évben növekedett, de az elmúlt 5 évben legalábbis a hazai fészkelők állománya az inkább csökkenő tendenciát mutat. Az egész európai állomány növekedett az elmúlt 25 évben, ezek elsősorban klimatikus okokra vezethetők vissza. A klímaváltozás kapcsán melegedett az éghajlat, nagyon sok olyan helyen is megjelentek fészkelőként, ahol korábban nem tudtak fészkelni. Ilyen például Dél-Finnország, ahol 25 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt fészkelő állománya a fajnak, most nagyon jelentős fészkelő állományai vannak, illetve természetesen a teleket is sokkal könnyebben átfészelik, amikor nincsenek hosszú jeges periódusok. Nagyon komoly problémáról van szó, és nem tudunk úrrá lenni rajta. Mi évek óta kapunk kilövési engedélyt erre a madárra, évek óta ritkítjuk őket a halastavainkon, természetesen, mert ugye a Balaton területén azért nem lehet hozzáférni, nem könnyű hozzáférni, és a vadászata sem egyszerű dolog. Probléma óriási, láthatjuk itt alsóörsön is, hogy ez a megtelepedett 6-700-as madár létszám gyakorlatilag napi rendszerességgel fosztogatja a Balaton keleti medencéjét, és azt tudni kell erről a madárról, hogy azért a testtömegének jelentős részét tudja elfogyasztani, tehát azt lehet mondani, hogy egy-egy madár általában olyan 500-700 g táplálékhalat vesz naponta magához. Itt elsősorban az egész Balatonnak az élővilágának a védelme fontos. Természetesen nem csak madarak vannak a Balatonon, hanem nagyon fontosak a halfajok. Ezen belül is van két úgynevezett natura jelölő halfaj. Az egyik a balin, amely egy natura jelölő halfaj, a másik pedig a garda, ami szintén egy natura jelölő halfaj. És ezek a halak ráadásul hengeres testűek, és ezek különösen kedvelt táplálékai a kárókatonáknak. Alsóörsön a vadászatra indulók már messziről hallják a kolónia hangját, a fákon ülő madarakhoz azonban közel kerülni nem lehet. Még messze vagyunk, amikor visszarepülnek a Balaton fölé. Itt ez egy telelő állomány, roppant mód jó terület ez itt nekik, ez egy elhagyatott, nyugalmas terület. Sajnos hamar leveszik itt is a madarak, hiába van itt egyszerre mondjuk 200, bemegyünk, elrepülnek, jönnek vissza azokból, ki tudunk lőni 5-öt, 10-et, 20-at, 25-öt, mikor, hogy. Alkalomszerűen volt olyan, hogy például egyet vagy hármat tudtunk csak elejteni, és utána nagyon bizalmatlanná válnak. Legtöbbször aznap már vissza se jönnek, és valahol kint éjszakáznak a vizem. A terület guanóval borított, a madár ürülék mindent ellep. Lehet bőven találni halcsontvázat és visszaöklendezett halat is. A puskákba itt acéllövedék kerül, mert a víz mellett nem lehet ólomsöréttel lőni. A három vadász jól elrejtőzik a fák mögé, és elkezdődik a várakozás. A madarak valóban óvatosak. Másfél órát kell várni, mire az első lövés eldördülhet. A teljes sötétig talán 10 madarat sikerül lelőni, többségük a vízbe esik. Ezeket másnap a halőrök összegyűjtik, és a gyűrűzött példány is esik, a gyűrűt leadják a természetvédelemnek. A december óta tartó gyérítésen 120 nagykárókatonát sikerült ejteni a Balatonon. Ennyi madár egy hónap alatt közel 2 tonna halat fogyasztott volna el.